Szemben pedig Brassói Péter és Bodó Szabolcs. Titeket már korábban láthatott a közönség, ha máshol nem, mondjuk a Vers és Slam Poetrin. Ugyanis innen indult ki tulajdonképpen ez a zenekar. Na Peti, mesélj egy picit erről, hogyan is indultatok ti ketten így duóba? Igen, sziasztok! Hát 2020 elején indult a úgymond zenekarrá válás, tehát ez a The Raven Sons néven futó minimál duó, igen. És hát ez a verseny Slam Poetry, amit Kokas Bálinttal szoktunk itt Nyíregyházán megrendezni, egy non-profit jellegű rendezvényről van szó, ami kulturális, és azért multikulturális, tehát leginkább arra szoktunk egyébként kitérni, hogy zene, slam, vers, tehát igazából minden, ami, és most idén a képzőművészeket is szeretnénk majd megszólítani ezzel. A zenekarnak pedig akkora vonatkozás van egyébként ebben, hogy leginkább blokkelválasztóként szoktunk játszani, mint zenekar, és azon kívül pedig, tehát néha még finálékat is leszoktunk tolni, amikor több számos előadásról van szó, mindig változó hangszereléssel, tehát hol gitár, hol zongora, hol dob, hol csörgő, ugyebár énekel megfűszerezve, és leginkább saját számukon szeretnénk, ugyebár, vagy igyekszünk dolgozni, saját versek szintén angolra fordítva, és azért gondoljuk, hogy angolra kell fordítani, mert hogy a stílus megköveteli ez a blues, stoner, egy enyhe kis jazzes beütéssel, ez nagyon jellemző ránk, és tehát kellemezzenét szeretnénk elsősorban kreálni, ugyanakkor legyen benne azért egy kis craft, tehát egy odafigyelés, tekintet, stb. Ezeken a vers és slam poetry kis megmozdulásokon, ezeken más zenészek is beugranak hozzátok, vagy csak ketten zenéltek? Igen, és nagyon szeretnénk, hogyha minél többen is jelentkeznének, vagy jönnének. Volt is, amikor lehetőséget ajánlottunk egyes zenekaroknak, köztük van egyébként
a többiek között olyan zenekar is, akinek szintén ajánlottunk lehetőséget. Sajnos akkor még nem tudtak élni ezzel a lehetőséggel, de bízunk benne, hogy a jövőben ez máshogy kép alakul. Nagyon szeretnénk azt, hogy akár egyéni fellépők, akár akusztikus jelleggel, egészen magas laktókig, tehát hogy akár még szimfonikus jelleggel is. Egy olyan kép villant fel előttem, hogy mintha ez egy ilyen nagy össznépi dzsembori lenne ilyenkor. Kicsit igen, kicsit olyan fesztiválos jellege van, de ugyanakkor meg van tervezve minden, A-tól Z-ig. Viszont azért nem félünk improvizálni se, illetve hát ugyanígy ezt várjuk el egyébként a jelenlévő fellépőktől is. Szabi, te ugye már nagyon régóta ismered Petit, már több formációban is dolgoztatok együtt. Milyen így duóban? Ez egy kísérleti produkció, és magabiztosan állunk ki egyébként, tehát a fővonal, meg az egésznek a vége, az autentizmus. Tehát, hogy autentikusan, mert a mai világból ez nagyon-nagyon, de nagyon hiányzik. Tehát az, hogy kereskedelmileg ugye minden eladósorban van, minden kiárusítva, és igazából a zsigeri ereje, úgymond az üzenete veszlik el az egészbe. Tehát azt árusították ki. A hitvallása az egésznek, tehát hogy legyen egy hitvallása az egésznek. Hát és meg az, hogy tehát ezt az emberek érzik. Ezt az emberek érzik, tehát ebben nincs magyarázat. Itt Peti az előbb felsorolt néhány stílusjegyet, ami megfigyelhető a ti munkásságotokban, ugye blues, a rock and roll, meg egy kis jazz, meg tulajdonképpen minden. Meg lehet ezt egy szóban fogalmazni, hogy milyen a ti stílusotok? Tudod, ez olyan, hogy tehát minden ember gyakorlatilag egy szivacs. Gyakorlatilag összegyűjtöd, és utána valami leszűrődik. Lehet a stílusjegyeket nyilván újságíróknak kötelező felírni, hogy tudjanak miről beszélni. Nyilván átjön, valahogy ebbe lehet kapaszkodni, de hát nyilván ami kettőnkre hatott. Beszéljünk egy picit a dalszövegekről. Mi az, ami téged, mint énekest a színpadon inspirál? Milyen csapatok, milyen előadók? Vannak példaképeink is, többek között, hát saját magamat említve leginkább a Doors, de Szabisnak sincs ellenére, tehát abszolút vannak közös dolgok, de azért nagyon szeretjük, ugye, hát főleg mivel, ahogy említette Szabi is, hogy autentikus jelleg, így inkább a vintage-ebb korszakok. Ugyanakkor a mai előadók között is megtaláltunk olyan társakat, lelkitársakat, akik zeneileg lelkitársak, tehát hogy azonosulni tudunk velük, és vannak olyan technikáik, vannak olyan előadás módjaik egyébként, hogy úgy mondjam. Igen, ezeket nehéz megfogalmazni, de hogy tudunk belőle csippanteni, úgymond egyébként saját magunknak is, és akkor mi meg ugyebár ezt így a saját magunk belső világával azon összefúzionálva tudjuk kiközvetíteni a közönségnek. Egy utat mutatva. 2020 nem volt egyszerű, gondolom nektek sem zenekarilag, illetve ennek a különleges rendezvénynek sem, aminek te a megálmodója vagy tulajdonképpen. 2021-re mit tudtok már előre tervezni, vagy hogyan képzelitek el ezt az évet? Nagyon bízunk benne, hogy hamarosan zöld utat kapunk, és visszatér a verseny Slam Poetry, egy bújtosi elmaradt, sajnos egyetlen egy rendezvényünk maradt el tavaly, ez októberben lett volna, az időjárás viszontagságok miatt elsősorban. Nagyon szerettük volna, hogy megrendezésre kerüljön. Úgy számoltunk rá, hogy 20-25 fő lesz, de végül 90 nem tudom hány fő jött volna el, és hát nagyon sokan írtak felháborodottan sajnos. De ebből csak jó jön le, mert tehát le tudtuk kezelni ezt a dolgot, és meg tudtuk velük beszélni, hogy akkor a visszatérés akkor a Bújtoson lesz, a szigeten, egy jó kis tábortüzes, kicsit lazulós, ismerkedős formában, hisz nagyon sok új érdeklődő volt. Lesz digitális kötet, amiben szintén a Ravensons részt fog venni, sőt, azon kívül szólóban Szabolcs is részt fog benne venni, illetve egy budapesti kedves barátunk is, aki zongorista, szintén ő Hovanec Szabolcs, egy nagyon profi zongorista, több mint 20 éve zongorázik, jazz zongorista, és zenei aláfestésekkel hangos verseket szeretnénk majd kinyilvánítani, és igen. És akkor nagyon reméljük, hogy ha a zöld utat kaptunk, akkor visszatérünk. Tehát jön a bújtosi előadás először. Ugyebár vannak terveink, hogy ugyebár megyünk tovább, tehát hogy lesz egy könyvtári előadásunk, ami már szintén elmaradt sajnos egyszer, az a koronavírus helyzet miatt, és ha szabad megemlíthetnem, illetve lesz még olyan, ami a képzőművészekkel összekapcsolt, amit előzőleg mondtam. Ami még nagyon fontos, hogy Erdélybe is kaptunk, úgy néz ki, jelenlegi lehetőséget.
ez pedig nem máshova, mint Nagy Károlyba, Károlyi kastélyba, egy gróf fog minket fogadni, és egy kis csapattal, 12 fővel szeretnénk kijutni, és ott elvinni innen a szellemiséget oda, onnan megvárjuk majd ugyanezt vissza. Nagyon izgalmas tervek ezek, már csak egy kérdés, nagyon röviden, 10 év múlva hol és miről fogunk beszélgetni? Nagyon remélem, hogy már a szobrommal fogtok beszélgetni, mert hogy vannak azért ilyen ambícióink is, de elsősorban meg kell harcolnunk érte, úgy érezzük egyébként, hogy a kultúrát próbáljuk majd egy kicsit így magasabbra emelni, minél többeknek átadni. Szeretnénk, hogyha mások is hasonló jelleggel próbálnának kultúrás rendezvényeket biztosítani az amatőröknek is, és a kortársaknak is, mert hogy nagyon fontos, hogy a kettő összeérjen, hisz egymásból fakad a nagy tanulság. Tehát egy mester többet ér 1000 győzelemnél, és ez nagyon fontos. És ha Tátrai Tibuszról beszélünk, akkor Blues Forever. A műsor felvétel helyszínét a Klub Hollywood biztosította.